Köszöntöm nézőinket, a Pécs TV híradóját látják. Ez a Pont Ma választási kiadása október 12-én vasárnap. Tartsanak velünk! Nagyon intenzív kampányon vagyunk túl, így értékelte az elmúlt hetek történéseit Páva Zsolt. Pécs jelenlegi polgármestere, aki egyben a Fidesz-KDNP közös polgármester jelöltje, azt mondta, nagyobb most a választó polgárok felelőssége, mert most 5 évre választanak polgármestereket, önkormányzati képviselőket. Délután 3-kor lépett be a 36-os szavazókörbe Páva Zsolt, hogy leadja voksát. A kereskedelmi központ épületében alakították ki a szavazóhelyiséget. Pécs jelenlegi polgármestere, aki egyben a Fidesz-KDNP 2014-es polgármester jelöltje is, azt mondta, egy nagyon intenzív kampányon vagyunk túl. Nyilván abból fakadt, hogy a nyár miatt rövidült a lehetőség, tehát szeptember és októbernek az első 2 hete állt rendelkezésre. Úgy látom, mindenki keményen kampányolt, mi is ellenfeleink is, tehát ilyen módon az a fajta lehetőség, hogy a választók kegyeit megnyerjük, ki milyen módon, hogyan tudja ezt, ez megtörtént. Páva Zsolt szerint jól teljesített a városvezető koalíció az elmúlt 5 évben, de van még tenni valójuk. Az elmúlt 5 év alapján, amit ebben a városban tettünk, a többségi Fidesz-KDNP frakció támogatásával, az mindenképpen egy imponáló eredménysor. Nyilvánvaló, ez egy örök filozófiai kérdés, a pohár félig tele, félig üres. Mi azt mondjuk, félig tele van, ellenfelénk, hogy félig üres. A polgármester kiemelte, hogy most nagyobb a választópolgárok felelőssége, mint korábban. Ugyanis nem 4 évre, hanem 5 évre választanak október 12-én polgármestereket és önkormányzati képviselőket. Kővári János az elmúlt 25 évet a 25 emeletes sorsához hasonlónak tartja. Az Összefogás Pécsét Egyesület polgármester jelöltje buzdította a lakosságot, hogy minél többen menjenek el szavazni, mert magától nem lesz változás, csak ha teszünk érte, fogalmazott Kővári. Pécsett 149 szavazókör van, és 125.606-an szavazhatnak. Baranyában pedig 322.057 választópolgár él, és összesen 575 körzetben adhatják le voksaikat ma. Az Összefogás Pécsért Egyesület polgármester jelöltje délelőtt szavazott. Kővári János arra buzdította a lakosságot, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel, és menjenek el voksolni. Úgy múlt el 25 év, ahogy a 25 emeletes sorsa is, hogy mindenki arrébb tolta a problémákat, és nem oldotta meg. Ebből elege is van már a pécsieknek. A pécsiek háromnegyed része elégedetlen azzal, ami az elmúlt 25 évben történt. Csak az a kérdés, hogy elmennek-e szavazni, és így akarnak-e változtatni. Ha ezt megteszik, akkor lesz is változás. Az egyfordulós önkormányzati választáson nincs érvényességi küszöb. Ez azt jelenti, hogy a részvételi aránytól függetlenül a szavazás várhatóan érvényes lesz. Én nem vagyok jós, én csak buzdítanám az embereket, hogy menjenek el, mert attól biztos nem változik semmi, hogyha várjuk a csodát. Most csak annyit kell megtenni, hogy 100-150 métert el kell sétálni egy szavazófülkébe, és egyik szedbe húzni oda, ahova jónak látják. Én azt kérem mindenkitől, hogy ezt tegye meg. Mert az első lépés az mindig az, ha változtatni akarunk, hogy nekünk magunknak kell megtennünk az ehhez szükséges lépéseket. Ennélkül nem lehet. Azokból a jelöltekből lesznek képviselők vagy polgármesterek, akik a legtöbb szavazatot kapják. Így tehát, ha valakire egy szavazattal több érkezik, mint ellenfeleire, megnyerte a választást. Pécs egyetlen törökkori kútját avatta fel Páva Zsolt polgármester és Sakir Fakili törökország magyarországi nagykövete szombaton. Idris Baba Kerjala elnevezésű kútja a török kormány 5 millió forintos támogatásával szépült meg a Rókusdombon. Páva Zsolt az átadón elmondta, a kút Pécs egyik legkedveltebb, a belvároshoz közeleső helyszínén található, ám az utóbbi évtizedekben állapota leromlott. A város és a török nemzetközi fejlesztési ügynökség Attika példaértékű együttműködéssel éven azonban ez az érték a törökkori arculatát nyerte vissza a lehető leghitelesebb formában. Sakir Fakili Törökország nagykövete bejelentette, az egyre erősödő kapcsolatoknak köszönhetően hamarosan török konzulátus nyitnak Pécsett, hiszen a városban koncentráltan vannak jelen a hódoltság emlékei. Ilyen szempontból Pécs a leggazdagabb magyar város. Jövőre további pécsi török műemlékek felújítása valósulhat meg.
A látássérült választópolgárok Braille írással ellátott szavazósablont vehettek igénybe a mai voksoláson annak érdekében, hogy önállóan adhassák le szavazatukat. A sablon azonban csak ott állt rendelkezésre, ahol legalább egy választópolgár azt előzetesen igényelte péntek délutánig. Ugye itt megjelennek neki, és akkor ő ezt letapogatja, és akkor tudja, hogy hova húzza be az X-et. Pécsett egy választópolgár kérte, hogy Braille írással ellátott szavazó sablont vehessen igénybe. Görgényi Miklós fontosnak tartja, hogy önállóan adhassa le szavazatát. Az évben én mindegyiken voltam. Én 15 éves korom óta vagyok vak. Ha most még elhúzom egy-két hétig, akkor 79 éves leszek, de ebben az évben volt először arra lehetőségem, hogy én magam tettem be a keresztet a bűvös körbe. Ez hát élmény. Szóval ez a vakembereknek nagyon fontos. A Braille szavazósablon olyan kartonból készített tasak, ami a szavazólap szövegét tartalmazza, és azokon a helyeken, ahol a lapon a szavazásra szolgáló körök vannak, a sablon ki van vágva. Ezen a segédeszközön megfelelő helyen kis nyílások vannak, és a nyílások mellett számomra tapintható számok. Hát ezt egy látó embernek kell azért ezt a szavazólapot behelyezni ebbe a segédeszközbe, ügyesen úgy, hogy az érintett kis karikák azok a nyílások alá kerüljenek pontosan, de ettől kezdve a vakember megkeresi, hogy hányasra akar szavazni, egyesre, kettesre vagy hármasra, és a mellette lévő nyílásba beteszi a karikát. A voksolást követően a választópolgár a szavazólapokat kiveszi a sablonokból, borítékba helyezi, majd az urnába dobja. A szavazósablonokat és a tájékoztatót pedig visszaadja a bizottságnak. A mozgó urna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő mozgásába gátolt választópolgár nyújthatott be pénteken 16 óráig a helyi választási irodához. Ma még a lakóhely szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehetett kérni a mozgó urnát, de csak 15 óráig. Délelőtt 11 óra meghozták a mozgóurnát a Tüzér utcai szociális otthonba. Rózsi néni minden szavazáson részt vesz, amióta az otthon lakója mozgóurnát kérnek neki is. Ez az én érdekem is. Itt lakok úgy bent az otthonba, és akkor szeretném, hogyha én is szavazok, és mert a mi érdekünk is. Mozgásukban gátolt választópolgárok nyújthattak be kérelmet, hogy mozgóurnát kapjanak. Hát körülbelül 16-an kérték eddig. Délután még megyünk több helyre, itt az idősek otthonába körülbelül 10 fő kérte. Ma a választás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehetett kérni a mozgóurnát, de csak délután 3 óráig. Ha a kérelmet a választópolgár saját kezűleg aláírta, akkor azt bárki bevihette a szavazóhelyiségbe. A kérelmezőtől nem kellett meghatalmazást kérni. Ez volt a Pont ma a Pécs TV hírműsora. Friss hírekkel legközelebb 20 óra 30 perckor várjuk Önöket. Viszontlátásra!